katona lelke. Nyugodjon békében az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Döbbenten állok itt. Több mint 100 fiatal férfi, közülök többen, szinte gyerekek, 2000 után született fiatalok, és hát Isten nyugtassa őket, és Isten irgalmazza mindazoknak, akik a háborút kiprovokálták. Én azt gondolom, hogy mindenkit el kellene hozni egy ilyen temetőbe is, hogy nézzenek szembe ezekkel az arcokkal, ezekkel a családapákkal, az egyik síron látta egy kis macit. Hát valószínű az elesett katona, rokonai, vagy gyereke, unokája hozhatta oda. Nagyon fontos lenne, hogy igen, nézzünk szembe ezekkel az emberekkel. Mert biztos, hogy a televízió előtt kommentálni és nagyokat mondani bárki tud, de ők meghaltak azért, amiben hittek, és jár ezért nekik a tisztelet. És hát jó volt, hogy a barátaimmal egy imát elmondtunk, és a Jóisten áldását, hát irgalmát kértük, hogy legalább az örök békesség legyen meg, hogyha ezen a földön már nem volt számukra békesség. Adná az Isten tényleg, hogy ne szaporodjanak a sírok. Láttuk egészen most márciusban is, 2024 márciusában is új sírok vannak. Adja az Isten, hogy ne szaporodjon, többször ne kelljen feltétni a szülőföld szívét, hogy oda ilyen fiatal embereket eltemessenek. Adjon az Isten örök nyugodalmat nekik. Nagyon örvendek, hogy láthatom önöket, és a Jóisten áldását szeretném önökre és a munkájukra kérni. Erdélyben a világháborúba ugye elvitték Márton Áront. 3 nappal az érettség után már kim volt az olasz fronton, és hát ugye 4 éven keresztül harcoltak. Katonából százados lett, 3-szor megsebesült, és amikor vége lett a világháborúnak, hát hogy mondjam, várbörtönbe került Brassóban. Onnan szabadulva döbbenhetett rá arra, hogy mindaz, amiért harcolt a haza, elveszett. Igazából Csíkszentdomokostól Nagylakra került át a határ. És Márton Áron elment az erdőben, fát vágott, kaszált, egész nyáron dolgozott, és a nyár végén úgy döntött, hogy elmegy a teológiára. Püspök lett, és Erdély számára Isten áldásává vált. És azt gondolom, hogy itt is, Kárpátalján is, a nagy összevisszaságban, ebben a háborúból, hova lehet menekülni? A jó Istenhez. Adná az Isten, hogy minél több fiatal, felnőtt férfi is, aki megjárta a lövészárkok poklát, ne elkeseredje, ne a gyűlölet, a harag, hanem a krisztusi szeretet töltse be az itt élő emberek szívét. Hogy valóban én hiszem, hogy gyógyulást, vígaszt, bátorítást, ami Urunk Jézus Krisztus tud adni. Nagy csütörtök, nagy péntek után ő nem a bosszú, nem a harag, nem a gyűlölet mellett döntött, hanem átdöfött kézzel is, rőzsét gyűjt, tüzet rak, és a szeretet útjára vezeti az apostolait. Adná az Isten, hogy tényleg ezt a kiengesztelődés, a békesség útját Kárpát aljának lakói, Ukrajna minden egyes állampolgára valahogy megtalálja. Ezért imádkozok, és ezért kérem Isten áldását az itt élőkre. Hát ugye nemrég a Szent József ünnepe, a boldogság szüzanya, és megkérni, hogy legyenek mentők. És pedig nézzük meg őket, hogy oldanak meg problémát. Egyik szemem sír, a másik nevet. Sír, mert ugye voltam egy sírkertben, ahol hát több mint 100 katona nyugszik. Félelmetes szembenézni ezekkel az elesett katonákkal, és ott vannak a képeik, fiatal emberek. Van, aki 2002-ben született,
Valaki most március 10-én esett el, vagy akkor legalábbis azt írja a fejfáján. Igen, végtelen szomorú ezt látni, ezt a vérontást. Másik szemem kacag, mert annyi nagyszerű embert láttam, annyi emberrel találkoztam, olyan ügyes pedagógusokkal voltam most is egész délután együtt, hogy ez nekem egy igen-igen nagy élmény, nagy ajándék. Reménnyel is eltelt a szívem, mert ahol ilyen nagyszerű pedagógusok vannak, akkor ott van jövő, van holnap, és biztos, hogy a Jóisten segít bennünket, mindannyiunkat, de leginkább akik itt élnek, azokat, hogy megtalálják a párbeszéd, a béke felé vezető útat. Ezért imádkozni is fogunk, és igen, higgyünk. Jézus Krisztus, nem hiszem, hogy lehetetlen feladatot bízott volna ránk. Egészen biztos, nem egy utópiát kergetünk, amikor azzal fáradozunk, hogy gyermekeinket, egymást szeretett parancsára megtanítsuk, hogy együtt jó testvérekként szebbé tegyük ezt a világot. Tehát én biztosan veszem azt, hogy ez nem egy lehetetlen feladat, ezt nekünk sikerülni fog megoldani. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,